már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni, élőben jelentkezem. Ilyen formában, mármint élőben jelentkezéssel, az elmúlt napokban nem boldogítottalak benneteket, úgyhogy ezért elnézést kérek. Sok-sok szeretetek köszöntök mindenkit, ha van kedvetek itt a chatben, be tudtak köszönni, és akkor név szerint is meg tudom említeni, hogy kik azok, akik itt vannak. De úgy látom, hogy már nem vagyok egyedül, gyülekezik a kemény mag, szép estét kívánok mindenkinek, sok-sok szeretettel. Üdvözöllek benneteket, 8 ott már az óra, vár benneteket a tóra, kérdések és válaszok szekció lesz, majd picit rövidebben az átlagosnál, egy kérdés érkezett, amely, mármint sok több kérdés érkezett, de egy olyan kérdés érkezett, amely talán a szélesebb nyilvánosságot is érdekli. Egy kedves barátunk kérdezte a következőt, mit mond a zsidóság a születésnapról, említi a Biblia a születésnapot, hogyan ünnepelje az ember, hogyan ünnepeljem a születésnapomat. Tehát a születésnap kérdése, kérdés körül fogunk beszélgetni ma. Itt ragadom meg az alkalmat, természetesen, hogy boldog születésnapot kívánjak annak a kedves tanulótásunknak, aki ezt kérdezi. Miközben köszöntöm Szilárdot, jó estét kívánok Zsuzsinak, Évának, Jánosnak, Annának, Tímának, Ildikónak, Lászlónak, Csabának, Gyulának, Zoltának, Józsefnek és annak a sok-sok kedves barátomnak, barátunknak, tanulótársunknak, akivel Uh, estéről estére, most már három és fél éve, ha jól számolom, három és fél éve találkozom. Szeretetek, köszöntök mindenkit, remélem a hang is jó, meg a kép is elfogadható. Szóval születésnap a helyzet. A következő, sokszor említettem már a Lubavicsi Rebének, a mesteremnek, a Lubavicsi Rebének azt a mondását, hogy a születésnap az a nap, amikor Isten úgy döntött, hogy a világ nem tud nélküled létezni. A születésnapod az a nap, amikor Isten úgy döntött, hogy a világ nem tud nélküled létezni nem tud nélkül lehet fennmaradni. Um, Oké. Okay. Épjünk egy lépést hátra. Miről is van szó? Először is említi a Biblia a születésnapot. A Biblia önmagában nem említi a születésnapot, vagy legalábbis nem olyan explicit formában, ahogy, ahogy azt szoktuk, eh, ahogy azt, vagy ahogy azt gondolnánk, de eh, utal a születésnapokra. Ugye rögtön a Biblia elején találkozunk egy születésnappal, még, méghozzá Ádámnak, az első embernek a születésnapjával, a világ teremtésének hatodik napja, amikor Isten megteremti az embert, ha úgy tetszik, az első ember születésnapja tehát meg van nem csak hogy meg van említve a, a bibliában de a, a, a zsidó vallás gyakorlatban a zsidó vallás gyakorlatban minden évben megünnepeljük az ember teremtésének napját, ha úgy tetszik az ember születés napját. Rosasáná a zsidó új év ugyanis az ember születésének évfordulója, nem a világ teremtésének, hanem a világ teremtésén belül az ember teremtésének az évfordulója. Tehát ha úgy tetszik, a Biblia már rögtön egy születésnappal nyit, később beszél a Biblia Izsáknak a születésnapjáról, abban a környezetben, amikor Mózes első könyvének 21. fejezetében Arról ír e, arról ír a Biblia, hogy Ábrahám egy, e, egy nagy lakomát rendezett a fiának, Izsáknak e, ünneplésére. A, a midrás, a rabinikus irodalom hozzáteszi, hogy itt Izsáknak a születésnapjáról volt szó, szóval méghozzá 13. születésnapjáról, amikor is ugye a zsidó hagyomány szerint a fiúk a felnőtt korba lépnek, már mint a, a e, a 13. születésnap a felnőttkor kezdete. Remélem, hogy még mindig jó az adás, nekem valamiért itt a számítógépen egy picit, egy picit eltűnt, úgyhogy remélem, hogy, remélem, hogy mindannyian rendben vagyunk. Um, tehát, ha úgy tetszik, akkor a Biblia ilyen, ilyen ö, szempontból említi a születésnapot. Ö, ugyanakkor nagyon érdekes módon, talán, talán meglepő módon, ö, talán, nagyon talán meglepő módon az Akinek a születésnapja explicite meg van említve a Bibliában, az nem egy zsidó ember, hanem az egyiptomi fáraó. Az egyiptomi fáraó születésnapja van megemlítve Mózes első könyvében, amikor ugyanis, amikor ugyanis a, a, a fáraó fölhozza a börtönből a, a, a fő sütőmestert, illetve a pohárnokát, akiket ugye korábban börtönbe zárt, és dönt a sorsukról, ez, ez a fáró születésnapján történt. Tehát érdekes módon egy nem zsidó ember a Bibliában egy nem zsidó embernek a születésnapjához kötődik, vagy a nem zsidó születésnapi, nem zsidó ember születésnapi van megemlítve. De miről is van szó tulajdonképpen? Arról van szó, hogy a, a zsidó világlátásban az élet egy körforgás. Héberül az évet úgy mondjuk saná. Saná abból a szóból származik, hogy ismétlés. Le sanot, ismételni az élet körforgás, amiről Salamon király beszél, ugye, hogy, hogy jönnek, mennek az évszakok, én kol hadás a semes, nincs új a nap alatt, ideje van az örömnek, ideje van a vigasságnak, ideje van a halálnak, ideje van a szomorúságnak, ugye, a zsidóságban minden, a zsidó felfogás szerint az élet egy körforgás, az év, az év egy körforgás. Minden évforduló, minden olyan alkalom, amikor, amikor valami történt, arról meg emlékezni, a születésről úgy, mint a haláról. vagy pedig olyan dolgokról, amikor az emberrel csoda történik. Azoknak az évfordulójáról is egyébként meg szoktunk emlékezni, van egy ilyen hagyomány, hogyha valakivel valami nagyobb csoda történt, felgyógyult valamilyen betegségből például, vagy valami hasonló, akkor annak az évfordulóját, ilyen hála vacsorával, ilyen ünnepi étkezéssel szokták megünnepelni, amikor meghívja az ember a barátokat, ismerőseket, és megemlékszik erről a jeles évfordulóról, mert tulajdonképpen az, a, a, az időnek, a napnak van egy speciális ereje. Nem szoktunk minden nap megemlékezni a születésnapunkról, ugye? Nem szoktunk minden nap születésnapot ünnepelni. Minden nap hálát adunk Istennek, hogy fölébredünk, hogy jól vagyunk, nem szoktuk minden nap megünnepelni a születésnapot. Miért? Azért, mert ciklikusságban az, emberi, az, az ember ciklikusságban működik. Az, az, ember egy körforgásban működik, amikor lezárul egy periódus, és kezdődik egy új periódus, a mi esetünkben egy év, akkor emlékezünk meg a születésnapról. Nem, 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 az, nem, és nem csak azért, mert mert minden nap nem ugyanolyan, nem vagyunk ugyanolyan hálásak azért, hogy megszülettünk, hanem az, nem azért, azért is, mert a napnak, a, a, az évforduló napjának, bármilyen évforduló is legyen szó, házasság évfordulóról, halálozási évfordulóról, Isten ments, vagy születésnapról, megvan az ereje, megvan a maga misztikus ereje, amely különös, különös kapcsolatba hoz minket az a korábban azon a napon történtekkel. Ezért tehát, ezért tehát a születésnap rendkívül fontos. A Lubavics Rebe nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az ember ünnepelje meg a Héber dátum szerinti születésnapját, ugye azért a Héber dátum szerint mert az, az, megy a, a tökéletes körforgásban, a tökéletes ciklus szerint, ugye a Héber naptár Cikli, ciklikussága, egy tökéletes ciklikusság, nincs benne sem kés, teljesen pontos, nincs benne semmi késés, nem tolódik, hanem tökéletes, tökéletesen ciklikus. A Héber-naptár felépítésről egyébként korábban már beszéltem. Tehát a Héber-naptár szerinti születésnapot helyes megünnepelni. Egyébként a azt javasolta, hogy az ember emlékezzék meg a polgári dátum szerinti születésnapjáról is. Az is az is fontos, az is fontos lehet, még egy zsidó embernek is. És hát, és hát ugye tulajdonképpen mi a dolognak a lényege? Az a dolognak a lényege, hogy az ember hálát ad, hogy az ember megemlékezik a csodáról, megemlékezik arról, hogy Isten megemlékezett rólam. Ugye ez az a nap, amikor Isten úgy döntött, hogy a világ nem tud nélkülem létezni. Ez az a nap, amikor Isten számára én voltam a legfontosabb, és ez az a nap, amikor Isten számára én vagyok a legfontosabb, és erről a napról megemlékezem. Egy születésnap, mint bármilyen másik évforduló, mindig a számvetés ideje is egyben. Az ember elgondolkozik egy alkalom arra, egy évben nagyon helyes, hogyha ünneplünk, és nagyon helyes, hogyha partikat rendezünk, meg tortát eszünk, meg hasonlók, de a font, talán az igazán fontos az az, hogy az ember számot vessen az elmúlt évvel, mint egy könyvelésben, mint a, mint a pénzügyi világban, amikor minden évben a pénzügyesek, a pénzügyi vezetők, vagy az üzletemberek, a gazdasági emberek minden évben számvetést készítenek az elmúlt évről, húznak egy vonalat, húznak egy mérleget. Ugyanúgy az embernek az életében is kell húzni egy mérleget azzal kapcsolatban, hogy mi volt az elmúlt esztendőben, mi az, amit helyesen csinált, mi az, amit nem csinált kellően jól, és a tanulságokat levonva, talán ez a legfontosabb, a tanulságokat levonva pozitív elhatározásokat teszünk a következő évet illetően. Tehát a számvetésnek akkor van igazán jelentősége, csak úgy, mint a könyvelésben. A számvetésnek akkor van igazán jelentősége, hogyha azáltal az ott tanultak, tapasztaltak alapján más éli az ember a következő ciklust. Megy neki az ember a következő esztendőnek. Említettem pár nappal ezelőtt a GPS-es példát a hely meghatározása. Hogy fontos, hogy az ember hol van. Fontos, hogy az ember meghatározza a helyét. Mielőtt célokat tűzöl ki magad elé, az kell tudjátok, hogy hol honnan indulsz, mi a kiinduló pont? hol vagy jelenleg. Ahhoz, hogy neki, áll, neki lássunk egy következő esztendőnek, az fontos tudni, hogy hol állunk most, hol állunk ebben a jelenlegi pillanatban. Ehhez pedig számvetés. Ehhez pedig egy mérleg meghúzása e, szükséges. És akkor, hogyha ez megtörténik, akkor tudunk pozitív elhatározásokat tenni a jövőre nézve, akkor tudunk, e, akkor tudunk célokat kitűzni magunk elé, hogyha megvan a visszatekintés, megvan a, a, az önreflexió. A születésnap, mint minden évforduló, ennek az önreflexiónak, ennek a visszatekintésnek az ideje, és a pozitív elhatározások ideje. Úgyhogy helyes, hogyha az ember az ünneplés mellett, a parti mellett, a születésnapi mulatság mellett, a torta mellett, hagy időt arra, hagy időt erre az önreflexióra. Ez nem kell szomorú legyen, sőt, sőt, ez egy örömteli esemény. Ez egy örömteli esemény, hiszen egy lépéssel közelebb jutottunk, a, hogy eltelik egy év, közelebb jutottunk a teremt, az Isten teremtése, a teremtésünkkor megfogalmazott céljainkhoz reméljük, az, hogy mennyivel jutottunk közelebb, ez a számvetésen múlik. Ez azon múlik, hogy az ember megnézi, hogy mi az, amit sikerült elérnie, és mi az, amit nem. Mi az a ránkrót feladat, a ránkrót felelősséggel, ben, az, amit sikerült elérnünk az elmúlt évben, és mi az, amit nem sikerült elérnünk az elmúlt esztendőben. Erről szól a születésnap. Ez a születésnap lényege, az önreflexió és a pozitív elhatározások. Úgyhogy helyes, hogyha az ember a születésnapján visszatekint az elmúlt időkre, pozitív elhatározásokat tesz a jövőt illetően, imádkozik, adományt ad, jó cselekedeteket végez, például, például az adományozás által, <kül> amely tulajdonképpen, ugye a kezdet az mindig, az, hogy hogyan kezdünk valamit, az mindig meghatározza a, a, a folyamatot is. Az, hogy hogyan ébredünk föl reggel, az, hogy milyen hangulatunk van, az meghatározza a, a, a ránk napot is. Ugyanúgy a következő, az életünk következő esztendét nagyban meghatározza, hogy a születésnapunkat milyen minőségben töltjük, milyen, milyen kedélyállapotban töltjük. a, a vidáma, Vidáman, pozitívan, pozitív cselekedetekkel, mint például a jótékonykodás, az adományozás. Ha ilyes, ilyesmivel kezdjük a, az új esztendőt, az a életünk új esztendejét, akkor minden bizonyal a következő, élet, a következő esztendő is szerencsés, minden bizony a következő élet is, a következő esztendő is pozitív lesz. Kedves barátaim, köszönöm, hogy ma velem tartottatok elnézést, hogy a mai tanulás egy kicsit rövid de más kötelezettségeim is vannak. Vigyázzatok magatokra és egymásra, holnap este 8-kor pedig várlak benneteket sok-sok szeretettel. Kérek mindenkit, hogy iratkozzon fel a YouTube, illetve a Facebook csatornámra, hogyha ezt eddig nem tette volna meg. Ha bárkinek kérdése van, privát üzenetben tudtok írni a Facebook oldalon, és hogyha olyan az üzenet, amely szélesebb nyilvánosság érdeklődésére is számoltatott, tartat, akkor természetesen azokkal is fogunk foglalkozni a következő alkalommal, amikor találkozunk. Holnap este 8 óra, akkor várlak benneteket sok-sok szeretettel, mindenkit. Csodálatos nyári estét kívánok!